Az október 23-ai városi ünnepség díjátadással folytatódott. Paks képviselőtestülete Paksváros közbiztonságáért kitüntetéssel ismerte el dr. Kuti István tevékenységét, a város közbiztonságának szolgálatában végzett lelkiismeretes, tartósan magas színvonalú munkáját. A harcomat megharcoltam, a futásomat elvégeztem, és a hitemet megtartottam. És ezzel a hittel mentem Tamásiba, és amit itt tanultam önöktől, a paksiaktól, azt megpróbálom átvinni Tamásiba is. Hiszem azt, hogy ezek az értékek ott is örökek, mert vallom, hogy a rend az közös ügyünk, és nem csak a rendőrségé, hanem mindenkié. Jó volt önökkel, testülettel, polgármester úrral, képviselőkkel, és bárki legyen, bármely képviselő, mert mindig is mondtam, nekem az út jobb és bal oldalára ügyelnem kell, együtt dolgozni. És öröm volt a paksiakat szolgálni. Paks képviselőtestülete Paks díszpolgára kitüntetést adományozta dr. Csók Sándornak, aki munkásságával és tevékenységével Paksváros fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. Én csak azt szeretném mondani, hogy mind a város vezetőségének, mind az egész lakosságnak azt kívánom, hogy legalább olyan boldogok, de még boldogabbak legyenek, mint én, és hát jóval hosszabb éveket éljenek meg, és ami a legfontosabb, pláne most, ebben a nagyon nehéz helyzetben, erőben és egészségben. Köszönöm szépen! Paks képviselőtestülete tisztes polgár kitüntetést adományozta október 23-án dr. Serdült Tibornak, aki személyes példamutatásával és az életpályája révén a város megbecsült polgára. A kitüntetést szüleimnek szeretném felajánlani. Édesapám 1943-ban a Donnál halt meg, a magyar hadsereg második hadtestének volt a tagja. Édesanyám pedig munkásnőként özvegyen két gyermeket nevelt felorvosnak. Nagyon szépen köszönöm a kitüntetést. A tisztes polgár kitüntetést Paks polgármesterétől átvehette Ulbert Sándor is, aki személyes példamutatásával és az életpályája révén a város megbecsült polgára. Paks tisztes polgárával úgy tudtam csak lenni, hogy a javaslat alapján a tisztelt képviselőtestület tagjai, a polgármester úr elfogadták a javaslatot, és ezt a tisztes kitüntetést adományozták részemre. Ezt még egyszer köszönöm. Az életemről már elmondták a bevezetőben, illetve az értékelésben. Én ehhez még csak annyit tennék hozzá, hogy mindig azon voltam, hogy a közösségét szolgáljam, és a közösség kívánalmainak megfelelően végezzem a munkámat. Az ünnepségen Leber Ferenc Paks alpolgármestere mondott pohárköszöntőt. A mai nap alapvetően 1956 forradalmának értékrendjét, hangulatait, kiemelkedő pillanatait ünnepeljük. De nem kevésbé ünnepeljük azoknak a kitüntetetteknek az értékrendjét, hangulatát és hétköznapi pillanatait, akik ma a méltatásokban ugye a értékelésünk alapján Paksváros kiemelkedő kitüntetéseit kapták. Én arra szeretném emelni poharam, és azt kívánom mindnyájunknak, hogy minél többet ismerkedhessünk ezzel az értékrenddel, ezekkel a pillanatokkal, ezekkel a hétköznapokkal. Mindnyájunknak azt kívánom, hogy minél többet beszélgessünk velük, minél többet tanuljunk tőlük, és minél hosszabb ideig legyenek közöttünk. A jövő az kiszámíthatatlan, de a már elvégzett munka az mögöttük van. És nagyon fontos, hogy ezt a munkát értékeljük. Ezt próbálta meg Paksváros képviselőtestülete megtenni, és engedjék meg, hogy én arra emeljem poharam, hogy mindig olyan döntéseket hozzunk ebben a városban, hogy értékeljük azt, ami valóban érték, és igyekezzünk az igazi értékrendhez igazodni. Egészségünkre!